Az MSZP az emberek megélhetési biztonsága érdekében terjeszt be javaslatokat az országgyűlésnek az őszi ülésszakon. Így a minimálbér 350 ezer forintra emelését is kezdeményezni fogja, közölte az ellenzéki párt frakció vezetője az Ózdi kihelyezett frakció ülésről beszámolva. Tóth Bertalan azt mondta, javasolni fogják az alacsony nyugdíjak felzárkóztatását, a nyugdíjak valós inflációval történő emelését. Továbbá kezdeményezni fogják, hogy azoknál a cégeknél, ahol vendégmunkásokat alkalmaznak, legyen kollektív szerződés, hogy ne kerüljenek a magyar munkavállalók hátrányosabb helyzetbe. Az ellenzéki politikus közölte, nagyon fontosnak tartják, hogy Magyarország le tudja hívni a nekijáró közel 10 000 milliárd forintos uniós forrást. A kormány teljesítse az Európai Unió követeléseit, ne lopja el az uniós pénzeket, garantálja a magyar igazságszolgáltatás, valamint az egyetemek függetlenségét, hangoztatta a politikus. Na, beszélünk mindjárt arról is, amit a felvezetésben mondtam, hogy miből lehetne mint egy 50%-kal emelni a minimálbért a mostani 230 ezer körüliről 350 ezer forintra. Mindjárt meg tudjuk ezzel kapcsolatban a részleteket. Homiát Imrét, az MSZP társelnöket. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok a nézőknek is! Nem azért nevetek, ne haraguljon, hogy nem annyira vidám a téma, és egyáltalán nem nevettem ki, sőt támogatnék egy ilyen javaslatot, de mint ahogy sok más munkavállaló is. De hát mennyi realitása van ennek? Önök miből látnák ennek a fedezetét kitermelni, vagy miből gondolják, hogy már most van ennek megfelelő fedezete? Nagyon jó, hogy említette a nevetést. 2015-ben a Magyar Szocialista Párt indított egy fizetésemelést kampányt. Akkor azt mondtuk, hogy pénzhez kell juttatni az embereket, emelni kell a béreket, mert már akkor láttuk, hogy Európa így húz el mellettünk, és hogy sereghajtói leszünk az európai munkavilágának. Akkor azt mondhatom, hogy szinte egy hangon nevetett mindenki azon, hogy ugyan mit akar az MSZP. 2016-ban a kormány kötött egy 3 éves bérmegállapodást, és elkezdte drasztikusan emelni a minimálbért. Hát akkor dübörgött a gazdaság, most azért kevésbé vannak ilyen hangok összetűzni. Ez a dübörög a gazdaság, ez mindig relatív, mert ez éppen melyik oldalról nézzük. De az, hogy naponta jönnek hírek arról, hogy a kiskereskedelem nagyon nagy bajban van, hogy boltok zárnak be, hogy konganak az ürességtől, miért? Mert nem tudnak az emberek vásárolni. Nem lapos tévét nem tudnak venni, és nem villanyautót nem tudnak venni, hogy vidéken mondják, hanem ennivalót nem tudnak venni. Ezért mi azt mondjuk, hogy az tűrhetetlen, hogy miközben egyébként bődületes gazdagodást látunk és urizálást látunk, közben több kimutatás alapján is 2 millió ember Magyarországon a létminimum alatt él, hogy dolgozó, hogy szegénység van. Hogy az egyik kimutatás alapján a vidék 40%-a, budapesti 19%-a létminimum alatt él. Ezért mondja azt a Magyar Szocialista Párt, hogy az első komoly lépésnek annak kellene lenni, hogy már idén, évközben 8%-kal emelni kellene a minimálbért és a garantált minimálbért. Ugye ennek gondolom sokan örülnének, és Isten ments, hogy ez ellen szóljak, mármint hogy emelkedjenek a minimálbérek, és mindenkinek a bére akár, de hát ugyanakkor ellenzéki részről is többek között olyan kritika is érte a kormányt, épp másfél évvel ezelőtt a választások előtti egyszeri kifizetésekkel, eszélye a visszatérítése és egyebekkel, hogy olyan mértékű pénzt ömlesztettek a magyar gazdaságra, vagy fogyasztást növelő pénzek kerültek ki, amitől meglódult az infláció többek között attól is. Nem tartanak attól, hogy ilyen mértékű béremelés oly mértékű fogyasztás növekedést okoz, majd megint csak az inflációt gerjeszt, és akkor a béremelés hamar elinflálódik. A Magyar Szocialista Párt szerint egészen más okai voltak az inflációnak, ezt már többször kifejtettük több műsorban, erre most nem szeretnék időt szánni, mert idő hiányában vagyunk. Viszont azt el kell, hogy mondjuk, hogy a minimálbér adómentessé tételét az MSZP hosszú évek óta mondja. Azért, mert ezzel úgy tudnánk egyébként minimálbért emelni, hogy a vállalkozók terheit nem növelnénk. Ez egy azonnali 15%-os emelés jelentene. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi minimálbérnél havi szinten 34.800 forinttal többet vihetnének haza az emberek. És akkor térjünk vissza oda, hogy mit gerjesztene, mit nem gerjesztene. Elsősorban azt gerjesztené, hogy meg tudnánk szüntetni a dolgozói szegénységet. Mert az nonsens, hogy egyébként az az ember, aki akár 2-3 munkahelyen is dolgozik sokszor, az nem tud megélni a keresetéből, annak nincsen tisztességes lakhatása, és nem tudja a gyerekét tisztességesen iskolába járatni. És közben meg látjuk, hogy a kormány önti a pénzt hova? A saját oligarcháinak a zsebébe, meg a kormány médiába.
Nagyon fontos, azért korrigálom egy kicsit magam, hogy itt csak a minimálbérekről van szó, tehát az igazán rászoruló emberek esetében, akiknek nyilván a 200-valány ezer forintból azért megélni elég nehéz, most az ő fogyasztás növekedésük nem biztos olyan nagy mértékű lenne, ami inflációt okozna, de mindesetre vannak ilyen összefüggések, nyilván azt látjuk. De ne menjünk el amellett, hogy egyébként a cégek is nagy részt, mivel kilátástalan volt a helyzet, hogy merre megy a gazdaság, merre megy az infláció, nagyon sok esetben 10% körüli, vagy 10% alatti béremelést adtak a dolgozóknak. Ez is elinflálódott már. Gyakorlatilag egy munkahelyi büfében elköltötték azt az emelést az emberek, amit kaptak évelején. Most mindez, amik bármennyire vitatható, vagy nem mindenki számára elfogadható, vagy megvalósítható nézetek, vagy tervek, amiket most itt ismertetett, mindahhoz, hogy ez megvalósulhasson, ugye hatalomra kellene kerülni. Nem tartja túlzottan optimistának az MSZP által közzétett azon nyilatkozatot, hogy megnyilvánulást, ami azt mondja, hogy az együttes ellenzék meg tudja verni a Fidesz. Persze, ha nem ebben a hitben élnének a dolgozának, akkor mi végre is lenne a tevékenység. De a jelenlegi számok ugye nem nagyon mutatják ezt. Mire alapozza ezt a várakozást, illetve hogy ezt együtt, külön, közösen, hogyan, milyen módon és hol látja ennek a szándékát a többi pártban? Ezt is többször elmondtam már ebben a műsorban is, hogy az MSZP számára az országjárás az nem kampány. Mi ezt folyamatosan csináljuk évközben is, megállás nélkül. Ezért nagyon sok helyre eljutunk vidéken, ahol utcafórumokat is tartunk, és belső fórumokat is tartunk. Mindenhol az jön velünk szembe, hogy együttműködést akarnak a választóink, és ezt mutatják mérések is. Az ellenzéki szavazók, azok együttműködés pártiak. És egyébként készültek erre számítások is, hogyha egységesen együtt indulna az ellenzék, akkor akár 4 mandátummal többet szerezhetne, mint hogyha külön-külön indulunk el. Én értem, hogy néhány ellenzéki pártnak az lenne a szándéka, hogy legyen egyfajta megmérettetés az Európa Parlamenti képviselők tekintetében. De én azt gondolom, hogy ennek a versenynek ez elsősorban az olyan vitákban kell lezajlani, mint amiről most is beszéltünk, hogy van olyan, például mondjuk egy példát mondok, a Demokratikus Koalíció nem támogatja a minimálbér adómentességét, mert azt mondják, hogy mindenkinek kell adót fizetni. Mi meg ugye azt mondjuk, hogy a legkevesebbet keresők kenyeréből már nem lehet letörni. Szerintem ezek jó viták, és kellenek is viták, és ebben nem értek egyet egyébként Gyurcsány Ferenccel, hogy csak Orbán Viktor van, és ügyek nincsenek. Igenis vannak ügyek, ezeket meg kell vívnunk, meg kell vitatnunk, de természetesen a választásokon pedig az lenne a célszerű, hogyha együtt indulnának az ellenzéki pártok. Nézzük azért egy kicsit csak a saját házuk táján is, hogy sepregessünk. Ugye mégiscsak az összefogás, hogy mondja, nem csak matematikailag adna össze a támogatási százalékot, hanem esetleg ezt némiképpen felszorozná. Na de mégiscsak az alap az abból adódik, tevődik össze, amit az 1-2-3-4-5-10 százalékos pártok hoznak. Most az MSZP ugye különböző számadatok vannak, de hát mondjuk nem jár élen pillanatnyilag a népszerűségi listán. Mit terveznek, mit gondolnak arról, hogy a saját pártjuk népszerűségét vagy támogatói körét hogyan tudnák úgy növelni, hogy mondjuk magabiztosan megugorják akár a parlamenti küszöböt is, és hát ezáltal a közös összefogásra is többet tudjanak hozzátenni? Azt gondoljuk, hogy például az ilyen vitákkal, amiről is beszéltem, meg kell mutatnunk azt karakteresen, hogy mi miben gondolunk mást, mint más ellenzéki pártok, akár a munkavilágáról, akár az akkumulátorgyárakról, akár a pedagógusok helyzetéről, és parlamenten belüli és parlamenten kívüli eszközöket is használunk. És azon kívül mi a civil társadalomban gyűjtjük a szövetségeseket. Ugye az szerintem nem meglepetés a nézők számára, az első számú ilyen szövetséges szakszervezetek, akik egy szociáldemokrata párt számára természetes szövetségesek, már csak azért is, mert a legtöbb javaslatot, legtöbb muníciót azt tőlük kapjuk. De arra sarkaljuk a helyi szervezeteinket, aktivistáinkat, szimpatizásainkat is, hogy minél több civil szervezettel vegyék fel a kapcsolatot, mert mindenkinek vannak problémái, a fogyatékkal élőknek is, sőt még a hímző köröknek is van már problémája, amit egyébként akár parlamenten belül, akár parlamenten kívül meg tudunk mutatni, és fel tudunk hangosítani. Úgy szoktuk mondani, hogy ha nincs hangod, akkor használd az enyémet. Mi azoknak a hangja szeretnénk lenni, akiket elnyomnak és elcsendesítenek. Kérdeztem volna még, de már lejárt az időnk sajnos erről a bizonyos 5 millió forintos, mondjuk úgy, hogy vesztegetési pénzről, amivel egy fideszes képviselő próbálta a kétfarkú kutyapárti riválisát megvásárolni, vagy mondjuk, hogy indulásra bírni, hogy megoszta az ellenzéket. De
Mit gondol elő, röviden csak, mert a következő beszélgetésben ez lesz majd a téma? Az, hogy ez nem meglepetés számunkra, tehát ezt tudjuk, hogy mindenhol megpróbálnak éket verni az ellenzéket. Ezt késeket is találtak már meg? Voltak már az ilyen megkeresések, természetesen ilyenkor azért mindig visszaverik az embereink ezeket a próbálkozásokat. Bizonyítékunk eddig nekünk nem volt rá, de készen állunk arra, hogy legyenek nekünk is, hogyha ilyen megkeresés van. Homjáti Imre, köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm a lehetőséget.